Na tehát itt is ők a Szelinfésznek a folytatása, újra itt vagyunk az ebédlőben, ahol valamilyen bolonyai szendvics van, amiben meg lehet, hogy nem bolonyai van. Jó, megmondom az összenedő véleményemet. Azt mondták, hogy fura íze van a húsnak. Én szerintem az egy ember. Tehát, hogy az valamit kéne kezdenünk, lejjebb megyek egy picit, sziasztok. Na, így mert mindjárt jobban beleférek a kamerába. Szóval Maple-el és Chuck-gal tudunk beszélni. Szia, Larry. Szia, Maple. Te nem fogod megenni az ebédedet? Anyám megint mogyoróvajas és legvárosat csinált, már kezdem egy kicsikét unni, tudod? Hát, hogyha te nem fogod megenni, akkor persze te megeheted, Chuck. Ez az! Couple goals. Szóval itt vannak ilyen érdekes úriemberek ebbe az iskolában, ennek a panelnek egyez egybe ki van vágva a hátába, tehát hogy egy négyzet és egy koponyád, mi van? Van valami foci csapat is áttérben, ahogy látom, tehát egyértelműen amcsi suli. Mondjuk ebben a játékban láttunk egy amerikai zászlót, ugye egyértelmű volt, hogy Amerikában vagyunk. Ja, meg hát úgy kezdődött, hogy New Jersey-be jöttünk, bro. Ez a pali, ez itt eléggé szaszin néz ki itt már. Mindenki tudnak menni a fő-fősorra, de nem tudom, kimehetünk mi egyáltalán. Beszélünk kéne először Kimmel, ki a tököm az a Kim, ő lenne a zebédlős néni, vagy tehát az Travis. Tudtam, hogy szemetet érzek. Mit csináltok itt? Kap be, Travis. Nincsen ilyen szendvics, amit meg kellene enned? Szerencsés vagy, hogy bolonyai nap van. Rendben, a Palinak miért vannak? Mi, vallásos papírok vannak neki az asztalán. Pofán ütött minket, aztán mert beszélgetni egyet Jézussal itt az ebédlőben, vagy nem tudom, mit tolt a Pali. Te vagy Kim? Ja, te vagy Kim. Te neked nem tudom, milyen kinövés van az arcon, de remélem minden rendben van veled. Egyébként rájöttem, hogy erre játékra erre nagyon-nagyon hasonlít egy másik játék, amit nagyon-nagyon szeretnék játszani. Ami meg pedig nem más, mint a Kindergarten, nem tudom, ismeritek-e. Gondolom ismeritek, nagyon-nagyon felrobbant egy ilyen 5 éve körülbelül, vagy valami ilyesmi. Szóval azt mondjuk Kimnek, hogy szia Kim, meg akartuk kérdezni a mai bolonyairól néhány infót. Meg tudnád mondani, hogy az iskola honnan veszi ezeket? Miért akarod ezt tudni a bolonyairól, eh? Valami probléma van Kim kajájával esetleg? Nem, csak kíváncsiak voltunk, hogy honnan... Gyerekek, menjetek vissza és üljetek le a széketekbe. Nincs több kérdés. De talán megnézhetnénk a zacskóját esetleg, vagy... Nem kaptok zacskót, csak seggeket a székekbe. Nyomás. Wow. Hát, ezt bebuktuk. Showro mindig annyira boldogtalannak néz ki. Azt hittem, hogy miért van még mindig itt. Olyan, mintha a gyerekek betegét ennék, vagy valami. Ember? Mi van, hogyha Kim megmérgezi a kajákat? Nem tudom, ennek a helynek nincsen szüksége még egy összeesküvésre szerintem. De meg lehet, hogy megérni utána nyomoznunk. Miért nem próbálsz meg belopózni az igazgató irodába, hogy megnézd esetleg a fájjait? Hát, ha abba találsz valamit, én addig összetalálkozok Todda. Jó van, megnézem, mit tehetek az ügyben. Rendben, akkor Todd, azt feltételezem, kim van a folyosón. Ja, basszus, csak úgy kimehetünk a folyosóra, csak így ebédidő közben, az durva egyébként. Úgy vannak lockerek. Ó, ez a miénk. Fizika 101, meg fejlett matematika. Jobb oldalt egy gigachat kép. Egy kép rólunk Halloweenról. Ezen nagyon jól éreztem magam. Szerencsés vagyok, hogy ilyen jó barátaim lehetnek. Mindenki gigachat volt azon. Eléggé úgy látom, mindenki nagyon adta, jól van. Általában gamekapocsal szoktuk kinyitni a szekrényeinket, gyorsabb és nem kell bememorizálni a kombinációkat. Hogyha lenne egy kicseszett gamekapocsom, akkor hozzá tudnék férni akármelyik szekrényhez. Magyarországi biztonság táska. Már azóta megvan ez a táska, amióta idekeztem iskolába járni. Egy picit kezd viseletes lenni a széleinél, és akkor a könyvekkel mi van? Csak néhány könyvem. Todd azt ajánlotta, hogy menjek fizikázni ebben az évben, és egyébként jól érzem magamat. A világ, amiben élünk, tele van lenyűgöző rejtélyekkel. Egyetértek, ugyanakkor én a fizika óráimon olyan jókat szoktam aludni, baszki, hogy ez nem igaz. Szekrények, igen, tehát hogyha lenne egy... Ja, jó. Be tudom menni a lánymosdóba. Nem tudunk bemenni a lánymosdóba, a fiúmosdóba viszont be tudunk menni. És feltételezem, hogy ilyen nem lesz itt semmi. Ha csak Todd nem itt tolja az igát, nem tudom, Todd az... Valamelyikben lesz valaki. Nem. Ha. Valami kombinációk lenne szerintem. Jó, egyébként közben szeretnék idegesít, hogy nem egy vízszintben van ez az összes piszuár. Közben egyébként szeretnék arról beszélni, hogy csak úgy nagyban feküdtem, és így, tehát így semmit nem csináltam, csak úgy léteztem. Próbálok mostanában lazítani egy picikét. Ajaj, eltűnt emberek, méghozzá nem is egy, hanem négy. Azokból csináltak a bolonyait, baszki. Az fasza. Jó, és itt pedig vissza tudunk menni. Hogyha igen, és tehát, ja, ez meg ez a bejárat, rendben. Szóval csak úgy feküdtem, és elgondolkoztam rajta, hogy baszki, de megnéznék egy SCP filmet. De tényleg, a Continent Bridge-nek a történéseiből, tehát abból a lore-ból, ami a Continent Bridge-ben van. Baszki, abból, de megnéznék egy filmet. Szia. Felvettem egy kis labdát. Teniszlabda. Csak egy átlagos teniszlabda, amit az udvaron találtam.
Oké, okay. Jó, rendben, rendben. Kilútoljuk baszki az iskolát legalább addig. Ha már egyszer nem tudunk mit kezdeni az ebédlőbe, akkor egyszer valamit kezdjük magunkkal itt. Miért nincsen egy vonalban semmi ebben a tetves iskolában? Ott most jelenleg egy órát tartanak. Órát tartanak ebédidőben? Oké, okay, bejöttem a kémiai terembe. Albert Einstein, üdvözöllek Einstein. Természetesen Todd basszus itt afkol. Ó, ragadós cucc. Ha? Valami ragadós cucc, amit a kémiaterembe találtam. Elég jó érzés volna játszani. Valami trutymót találtunk a földön, az zsebre vágtak, az durva. Szia Todd, na! Találtál valamit? Még nem. Meg tudtad szerezni a bolonyainak a hozzávalóit? Nem, még nem. Hol van Ash? Elment, hogy szerezzen nekem egy-két alapanyagot. Azt mondta neki, nézzem be a karbantartói szobába. Hamarosan vissza kéne már érnie egyébként. Jó, rendben, akkor mindjárt jövök. Emek, megkeresem Ash-t, véletlenül lepauzoltam a játékot. Emek, megkeresem Ash-t, bemegyek én is a karbantartói szutyokba. Még egy folyosó. Ez egy ilyen... kocka, ez az iskola? Miss Packertonnak a terme. Miss Packerton itt tafko? Ő vele volt óránk? Azt a retek, na én azt kihagynám. Újra van matricázva a pi-nek az értéke fent. 3,14,1. Igen, helyes. Én addig tudom a pi-t, hogy 59,2. Nekem ott megáll a tudomány az első 6 jegy után. De miért van úgy oda... Tehát, hogy ez külön lett odarakva az a 3,141? Nem tudom, rendben. Miket tolnak itt Sally-ék? Nevezetes szorzatokat? Ezeket ki szeretném ütni az őszintét megválva. Ragasztó? Ó, paperclip, kész, ennyi, hozzáférésünk van az egész iskolához. Jó, zsír, megérte visszajönni, megnézni a nevezetes szorzatokat. Ott is most jelenleg óra van. Kafetéria már megint. Visszanézzünk? Visszanézhetünk igazából, nem hiszem, hogy lemaradtunk bármiről. Ja, és ez ide dob ki, és hogyha itt visszakimegyek, akkor ez melyik folyosóra dob ki? Ugyanide dob ki. Mi? Várjunk, várjunk, várjunk. Tehát, most tettük egy kört? Jó, tehát Larry az itt elállja az utunkat. Tettünk egy kört? Gondolom, Larry-vel beszélünk. Találtál valamit? A tanárok mindannyian a tanáriban vannak. Éppen várom a megfelelő pillanatot, hogy el tudjak mellettük menni. Rendben, tégy úgy, Larry, én akkor visszamegyek és kirablok mindenkit az egész iskolába, basszus. Let's go! Na, ez ki a tökömnek? Ez Larry, ez egyértelműen Larry. Olyan szinte Larry, hogy ez nem igaz. Szóval van neki egy ilyen kis cucca. Ja nem, ez a mi festményünk? Ez az egyik festményem. El akartam dobni, de Larry azt mondta, hogy tartsuk meg. Azt mondta, hogy a jó művészetnek nem kell szépnek lennie addig, ameddig egy igazi érzelmet fejez ki. És én ezt rohadtul érzem, ember, de tényleg. Szerintem ráborítottunk egy kis festményt. Szerintem ez egy régi rajz, amit Ash csinált. Igazából ő tanította meg Larry-t rajzolni. Egy nagyon jó tanár. Meg lehet, hogy sose lennénk ilyen közel egymáshoz, hogyha nem Larry-nek köszönhetném ezt. És akkor ott van lent nekünk is a fotónk, ott van egy fotója Ash-sel. Ott van a fejlesztőnek a compact mousse, vagy portable mousse, vagy mi a tököm neve a fejlesztőknek. Van neki festékes bödönye is lenne, és a táskája, Larry-nek a hátizsákja. Már annyi mindenen keresztül mentünk az elmúlt két évben, most már több, mint a legjobb barátom. Olyan, mintha a családom lenne. Fogalmam sincs, mit kezdenék nélküle. Aha, szép. Larry-nek a festő cuccai. Mi folytonosan mocskol mindent. Valamilyen módon nagyra értékelem ezt a szabad gondolkozásmódot. Jól van, szóval ez volt Larry-é. Ó, át tudunk még itt nézni, vagy nem? Ja, mert tehát most meg Larry-ébe, jó, menjünk át Toddéba. Toddéba mik találhatóak? Todd és a Pali a Neil. Mindig annyira boldogok, amikor együtt vannak. Ez engem is boldogá tesz. Megselep, hogy Toddnak tele van a szekrénye könyvekkel. Nagyra becsülöm a kíváncsiságát és az éhezését a tudáshoz. Jó, ez a krumpli égető cucc valami kémiai kísérlet volt, amit Todd bemutatott a teremben. Meglepődtem, hogy ez még mindig megy. Todnak sosincsen kevés felszerelése a találmányaihoz. Fogalmam sincsen, hogy hogyan csinálja fele azt a dolgot, amit csinál. Ez a Pali, ez egy géniusz. Jól van. Akkor Ash-nek a lokkerje. Ash-nek van egy kamerája. Van egy fotója velünk. Ó, oh, hé, hey, ez én vagyok. Nem is tudtam, hogy ez benn van neki a szekrényében. Jó. Néhány fotója Ash-nek. Az egyik régi képe róla van és Larry-ről. Annyira örülök, hogy megismerhettem ezt a kettőt. Ash plüssbábukat csinál. Szerintem menő néznek ki. Úgy hívja őket, hogy kis emberek. Jól van, és ott van egy tükör, ahogy látom, látjuk egy picikét a maszkunkat is. Ash-nek a művészeti felszerelései. Ő és Larry nagyon-nagyon jó művészek. Próbálnak engem is tanítani, de soha nem leszek olyan jó, mint ők. De nem probléma, mert élvezem a festést és a rajzolást velük. Valamint ők sosem szekálnak amiatt, mert nem vagyok benne jó. És akkor Ash-nek a Polaroid kamerája folyamat fotózgat vele. Ez jól jöhet. Szerintem nem fogja zavarni, hogyha elviszem.
remélemes, mert be kell vágnom a Heidi rizzemet nála, úgyhogy toljunk egy fotót vele most azonnal? Ó, nem sok film van benne. Jó, hát akkor nem nagyon kéne túl használni igazából. Ezzel fogunk gondolom bizonyítékokat fotózni, vagy valami. Kimegyek még egyszer ide, és megnézzük még egyszer ezt a másik folyosót, mert szerintem kettő folyosó volt. Nem tudom, miért osztottam fel ennyire ezt a kettő szót. A tanárok ott benn vannak. Találom kell egy módot arra, hogy elvegyem a figyelmeket, anélkül, hogy észrevegyenek. Meg lehet, hogyha egy elég hangos hangot tudok kiadni. Nem tudom hozzávágni ezt a teniszlabdát ehhez az ablakhoz. De hogy is nem. Bújj be, izé, pad alá. Ha? Mi volt ez? Nem tudom, úgy hangzott, mintha kintről jönne. Nem látok semmit, én sem. Meg lehet, hogy ezek a szemét madarak voltak már megint. Madarak? Nem látom őket, valószínűleg elbújtak. Madarak? Sziasztok! Valamit itt nekem látnom kéne, vagy... Jó, használom ezeket a tárgyakat egyáltalán? Ez az eredeti chapterben nem volt erre példa, hogy úgy használták a dolgokat, hogy odálltál valahova és use-olni kellett őket. Olyan hangosabban csirüpe. Zsír. Ez mehet majd a szekrényembe. Fotóztam a madarakat az útfalra, fasza. Szerintem mi hozzávágom a teniszlabdát, aztán ide rakom a fotót a madarakról. Nem lehet oda rakni a fotót. Nem tudom oda dobni még egyszer. Nem? Ó, oh. Ja! Oda dobtam ezt a teniszlabdát és ez elvonta már a figyelmüket a tanároknak. Rendben, akkor én balra megyek szerintem, mert... De az a folyosó az nekem nem adja, elmegyünk erre a folyosóra. Szerintem totál ugyanaz a folyosó, igaz? Ó, oh, szia, este mit keresel itt? Elloptam a kamerádat, hogyha nem probléma. Szia, hogy vagy? Ezek a szemetek bezárták a raktárat. Szükségem van valamire onnan bentről, hogy le tudjuk teszteni a bolonyait. Megpróbáltam feltenni az árat úgy, ahogyan Larry mutatta, de a hajcsatom beragadt a kulcsukba és nagyon beszorult. Meg lehet, hogy tudnánk használni egy fogót, hogy ki tudjuk szedni. Igen, de azok pont, hogy bent vannak ebbe a raktárba, amit a karbantartó használ, amikor mindig elmegy ebédre. Megnézem, mit tudok találni. Köszi, addig is megpróbálom ezt kiszedni. Le tudlak téged fotózni. Ne, ragasztót nem kérsz. Várjunk. Ragasztó. Ha? Ó, igen. Nem tudnánk használni ezt a ragadós cuccot, hogy kiszedjük a hajcsatodat? De megér egy próbát. Aha. Zsír, ki is jött és meg ki is tudtam nyitni az ajtót. Valószínűleg nagyon közel voltam hozzá, hogy kinyissam ez a csatta. Jó, most, hogy megvan, amire szükségem van, itt az ideje visszamenni a kémiaterembe. Zsír, akkor ott találkozok majd veled és tudod egy kis idő múlva. Még valahogyan meg kell szereznem a hozzávalókat ez a bolonyaihoz. Rendben, Larryvel volt valami, tehát ő futott el valamerre, és mi nekünk akkor most kell majd valamit itt tolnunk. Mi Speckertonhoz nem megyünk már be, 103 az amúgy se volt nyitva. A kafetéria nem volt nyitva, itt megismerhettük a barátainknak a magánéletét. Lányvécében nem megyünk be, fiúvécében nem volt semmi. Ja. Kafetéria üres. Oh, belaggoltam, szóval... Larry? Átjutottál? Igen, szép volt a figyelmelterelés. Megtaláltam az adatait. Zsír, valami, ami segít nekünk? Hát nagyon rohannom kellett, úgyhogy nem nagyon tudtam megnézni pontosan. Hogyha el tudnád terelni a tanárok figyelmét megint, akkor meg lehet, hogy csak el tudnám hozni az egészet. Nem akarjuk magunkra vonni a figyelmet azzal, hogy ellopjuk az egészet. Rendben, te vagy a főnök, Sally, akkor mit csináljunk? Adj egy percet, kitalálok valamit. Itt van, használd Ashnek a kamerát, hogy lefotózd az adatokat. Ez rendesen jó ötlet, készen állok, amikor te is készen állsz. Jó, kimegyünk, megint hozzávágjuk a izét, és odarakom a fotót a madarakról. Madarak. Ne, nem lehet használni a madarakat. Odadobom. Jó. Ha? Mi volt ez? Nem tudom, úgy hangzott, mint egy kintről jönne. Nem látok semmit. Én sem. Meg lehet, hogy megint ezek a szemét madarak voltak. Nem lehet oda vágni a madarakat? Na, pedig én oda raktam volna egy kicsit fotót a madarakról. Megvan? Megszerezted? Ember, eltűntek az adatok. Mi? Ez hogy lehet? Senki más nem mehetett volna be, anélkül, hogy te megláttad volna. Hát csak szopatlak, megvan a fotó. Hú, mekkora egység vagy. Ha, bingo, na, akkor nézzük csak meg. Név Kim Jezzi, 1967, 12. hó 10, vagy 10. hó 12. Sose tudtam, hogy hogyan kell ezeket kiolvasni. Ezelőtt egy amatőr természeti fotós volt, tehát akkor arra kellett gondolnom a fotó a madarakról. Kimnek van elefant...
Matyászisza. Nem terjeszkedő, de nagyon érzékeny rá. A többi tanárnak erről tudnia kell. Mondd el Kimnek, hogy ne etesse azokat a tetves madarakat az udvaron. A többi tanárt már idegesíti. Megvan. Jó, szóval tehát szereti etetni a madara, és akkor én meg most lefotóztam ezt a madarat, mert mit tudom én. Jó. Menjünk be mi is akkor a kémiaterembe, szerintem menjünk egy gyűlésre, és akkor beszélgessünk az urakkal, hogy mi itt most a téma. Elszublimált Larry. Beszpannolt a Pali. Larry, mondott akármiz? Megvan már ez a bolonyai ember. Dolgozom rajta. Jó, szóval vissza kellene mennünk, és gondolom mutatni kéne neki egy fotót a madarakról. És akkor a Palinak lenne olyan durva kiütése, és akkor meghalna tőle, vagy nem. Jó, nem megölni akarjuk egyértelműen, mert az picike durva. Nem, de ez mi ez a betegség egyáltalán? Szóval elefantiázis. Hatalmas duzzanatokat okoz a karokon, lábakon, vagy a nemi szerveken. Köszönjük szépen az információt, Sally Face. Ezt mostantól életem végéig tudni fogom, de csak azért, mert annyira tök random, hogy ebben a játékban csak úgy van ilyen, mert miért ne? Jó, menjünk vissza a kajáldába, és akkor mutatok neki egy fotót, mint a madarakra, azt nem tudom, Pali feldúzzad, azt megdöglik. Még ez nem hiszem, hogy így működik, de Kim az amúgy rendesen egy normális ember. Hé, van valamim számodra. Mi az? Egy fotó? Egy fotó? Egy madára? Te fotózol, ha? Igen, neked csináltam, csak egy kis köszönetként a kemény munkádért. Kedves fiú vagy, Sally, köszönöm. Szóval éppen arra gondoltam, meg tudnád mondani, hogy honnan veszi az iskola a bolonyait? Miért érdekel téged ennyire ez a bolonyai? Mert a spanyaim és én annyira szeretjük, és tudni akarjuk, hogy honnan van, hogy szerezzünk magunknak is egy keveset. Helyileg csinálja Miss Packerton. 100% marha hús, amit ő hoz személyesen egy farmról hetente. Tessék, adok neked egy kis extra húst azért, mert hozták Kimnek egy szép fotót. Kösz szépen! Bolonyai, amit Kim adott nekünk. Egy zselés és egy nagyon erős szaga van. Beszélni akarok még egyszer Chaggal. Jelentsük, hogy Chag az tol-e valamit. Oh, ezért az el is ment innen. A Pali, Chag az meg mindig szabába az ki. Chag az nagyon. Chagot nem tudom lefotózni, nem. És nem is lehet velük. Hey, Sally Face, hogy megy a detektív munka? Egyelőre nem jól, de még dolgozunk rajta. Ember, ti vesztegetitek az időtöket ezzel. Én mondom nektek, ez a bolonyai jó. Semmi probléma nincsen vele. Te neked minden jó ízű, tesó. Van benne igazság, amit mondott Chag. Igen. Hát, bármi is történjen, remélem igazad van. Nem tudom, én elég úgy érzem, hogy a bolonyaiba mentek a... Hát az eltűnt gyerekek. Meg egyszer átnézem a lockereket, hogy nincs bennük semmi, amit kihagytunk. Abszolút semmi, rendben, akkor menjünk be a kémia terembe, ami... Valam erre fele van. Nem tudom, hogy hol. El sem hiszem, hogy Larry át tudott jutni az igazgató irodába, úgyhogy itt van az összes tanár. Be kell fejeznem a nyomozást, amiért vége lesz az ebédnek. Jó, akkor menjünk vissza a kémiaterembe, és beszéljük meg az urakkal, hogy van nálunk egy ilyen hús. Ami nagy valószínűséggel az eltűnt gyerekekből készült. De az a Pali, ez nem is egy gyereknek néz ki, ez úgy néz ki, mint Shrek. Kis extra protein, sosem árt, én úgy vagyok vele. Na, kémiaterem. Menjünk. Mi van veletek, uraim? Hoztam baranyait. És hoztam is bolonyait. Tökéletes. Kim azt mondta, hogy Miss Packerton csinálja. Ember nem lehet, az apartmanban él. Hogy tudná egyetlen megcsinálni a saját húsát? Ó, igen, el is felejtettem, hogy őt él. Alig látom. Körülbelül kétszer láttam abban az épületben, amióta oda költöztem. És ez a költözés, ez már 2 éve történt. Tehát mondták, hogy 2 éve jöttünk ide. És megint csak az apartmanhoz köthető egy sziopata. Nagy valószínűsége eszi a gyerekeket, basszus. És hát nem eszi, hanem feltállalja másoknak. Az se jobb. Általában késő este szokott visszajönni. Úgy tudom, hogy több munkája is van. A tanárok nem nagyon kapnak olyan jó fizetést, szóval ez eléggé gyakori. De amikor Miss Packerton otthon van, olyan fura hangok jönnek a lakása felől. Eléggé érdekes. Szóval, mit csináljunk? Meg kéne kérdezni Packertont erről a fura oldalú bizniszéről? Vagy ti fiúk csak folytatni akarjátok a detektíveskedést? Nem tudom, mit gondolsz erről, Sal? Szerintem először kutakodjunk még egy kicsikét, amielőtt oda megyünk Packertonhoz. Nem tetszik, amerre megy ez az egész téma. Hogyha valami durva dolog van a háttérben, akkor sokkal jobb, hogyha nem tudatjuk meg Packertonnal, hogy éppen nyomozunk utána. Egyetértek. Jó ötlet, Sally. Rendben, akkor te és Larry miért nem mentek és nézitek meg Miss Packertonnak a termét, ameddig szüneten vannak a tanárok? Todd és én addig befejezzük ennek a bolonyainak a tesztelését.
Pontosan, én is erre gondoltam. Rendben, mindjárt visszatérünk. Oké, akkor menjünk vissza a terembe. Jó. Larry, figyeld a tanárokat, várj az ajtó előtt, hogyha bárki errefele jönne. Rendben. Ez a nagyváros az ajtó. Ja, hogy így, azt hittem, hogy kint. Ember, te elgondolkoztál rajta valaha, hogy a dinoszauruszok mit gondolnának a zenéről, hogyha még élnének? Szerintem szétrobbantaná az agyukat, ember. Larry ügyet suliba basszus, hogy letolt egy kicsik, egy kis csuk-csuk-csuk. Jó, ez megint csak átlagos asztal alatt. A fracba bezárja tartja a fiókot az asztalánál. Emlékszel, hogy meg kell feltörni az zárat, ahogy mutattam? Igen, de nincs erre a kulcsjuk. Egy kombinációs zár? A picsába. Hogyan fogjuk kinyitni ezt a szutykot? Hadd nézzem meg közelebbre. 6 lehetőség van. 3, 1, 4, 1. A pi. 3, 1, 4. Többet nem fogok ilyen agresszívan hátradőlni a székembe, mert kirántottam a fülesemet. Ezt abba kell hagynom. Csak annyira boldog voltam basszus, hogy ilyen retek okos voltam. Szép! Mi van bent? Csak egy ragadnyi matek papír és... Várj egy kicsit, van egy... Kis... Várj egy kicsit, van egy rejtek hely. Bocs. Ember, néhány nagyon fura cucc van itt. Mi az? Nem tudom. Na, ott a... Ez a puzzle dobozhoz köthető, ami Larrynek volt, nem? Ezek a kréták. Ott valami füzér van jobbra. Az valami sátáni, valami biblia. Azok a titkos összetevők, meg a... Mi a tökömér van itt? Egy madárkoponya. Ez nagyon fura. Kréták. Kristályok? Ez igazából menő. Kíváncsi vagyok, hogy bekertem ezeket mire használni. Nem azok szerintem kréták, azok nem hiszem, hogy kristályok. Egy fura fém objektum. Hasonlít Jimnek a puzzle dobozára. Ez fontos lehet. Igen, ezt elhozzuk. Van itt még egy ilyen fém doboz, mint a... Picsába. Újra történik? Igen, én... Ha? Mindenedben van? Meg lehet, hogy csak kiszáradtál. Nem ettél semmit, ebédre sem. Vége van. Mi? Már vége van. De... Mindegy, csak menjünk vissza Toddhoz és Ashleyhez. Meg akartam nézni a többi dolgot, az azt a franc hegye meg. Emberek, találtunk néhány eléggé fura dolgot Packertonnak az asztalában. Hogy haladnak a tesztelések? Semmiféle gyanús kémiai anyagot, se baktériát nem találtunk. De szerintem mindannyian meg tudunk egyezni abba, hogy itt valami nagyon fura van. Akármi is az, szerintem ne említsük meg Chugnak mostantól. Szegény Pali majdnem szívrohamot kapott, amikor nem adtak ki több fazsírt ott. Igen, esnek igaza van, ezt tartsuk inkább a leplek alatt, ameddig tudjuk biztosra, hogy mi történik. Hát, szerintem tudjuk, hogy mit kell kezdenünk. Baszki, megint le fogom késni az akciót. Figyelnem kell benne, ameddig a szüleim hazaérnek. Meg lehet, hogy ezután tudok segíteni mondjuk. Később aznap. Basszus, lemaradtunk a sok szutyokról még az asztalában. Miért? Miért? Általában szokott jelezni játék, hogyha valami olyasmit fogok csinálni, amit nem lehet visszacsinálni, vagy tehát aminek következménye van. Ott vagy hülye voltam és nem olvastam el, vagy nem szólt a játék erről. Mindegy, fogjuk rá, hogy nem maradtunk le sokról. Volt valami rituális papír még, meg valami, ami annyira nem volt fontos, hogy már nem is emlékszem rá. Kell néhány perc, hogy elkészüljek. Rendben, én nekem is el kell intéznem valamit először. Jó, akkor Toddnak a szobájába találkozunk, hogyha már mindenki készen. Oké, tökéletes. Zsír, tehát akkor nekünk is kell addig valamit csinálnunk. Találkozzatok a 202-esben. Na de... Előbb megnézem Fatert és Gizmót, ő hozzájuk mindig be kell spekelnem. Meg lehet, hogy beugrom meg önhöz talán. Mondjuk, hova tűnt a gírbolyom? Hogyha ez megvan, még akkor meg lehet. Én akarok beszélni még meg önnel, mert arra még úgy kíváncsi vagyok ott. Hát, ha mond valamit. Na meg a kis puzzle dobozkát Larrynek. Jó. Amielőtt haladunk, azért körbenézek mindenhol, mert körbe akarok. Mert jó a lór, basszus, mert lór. 402-es, mi házunk, Gizmo. Hol vagy? Még mindig tévézel, Gizmo? Nem, most... Ha? Itt van egy kis papírus. Annyit látok rajta, hogy szel. Szel, vissza kellett mennem munkába ma este. Későn érek haza. Van egy kis maradék a hűtőbe, hogyha nem eszel Lizával és Larryvel. Annyira sajnálom, hogy nem vagyok szabad mostanában. Meg lehet, hogy ezen a hétvégén viszont elmehetünk valahova. Szeretlek, apa.
Jó, kedves ki. Mi a rák? Úristen, megijedtem. Jó, van, itt tűnik ez az én szobámnak a témája lesz, de előbb fater szobáját is be azért beszpekeljük, hát ha találunk nála valamit. Kérdél. Valami van az ágy alatt, nem tudom, hogy hozzá kellene érnünk. Faternek a gépe. Faternek a gépe be van kapcsolva, de nem tudom a jelszavát. Meg lehet, hogy ki tudnám esetleg találni? Szerintem jobb, hogyha nem cseszekedünk vele. Harry Fisher, tehát akkor mi Sally Fisher. Ja, ez micsoda. Van valami az ágy alatt? A jelszó? Egy régi fotó anyáról. Azt hittem, hogy apa az összeset eldobta. Szia anya, hiányzol. Remélem békében vagy. Van egy kézzel írt szöveg a hátulján. Harry, te vagy a fényem a sötétségben. El sem hiszem, hogy lesz egy fiunk. Annyira hihetetlenül boldog vagyok. Minden tökéletes. Mindig szeretni foglak, Dián. Oké. Kezdenek olyan momentek lenni, amik ugye eléggé mélyre ütnek. Ott van a fotónk megőrről. Itt van egy teásbögrénk. Ja, a Super Gear Boy-t azt elhozzuk szerintem. Tudunk vele elkránkelni még? Ha? De hát... Ja, jó, most már elő tudjuk venni. Az előbb van, amely nem tudtam elővenni. Egyébként ez valaki kiemelte múltkor a kommentbe ezt a filmet, ezt megnéz. Na hát jó, az egyetlen dolog, amire tudok gondolni, ami Fatnának a jelszava lehet, az az óra itt, ami 7:13-at mutat valamiért. Jó, nincsen szellemekszállás. Rendben, szóval 7:13. Meg lehet, hogy jobb is, hogy nem. Egyébként Welcome to Windom. Fogalmam sincs, mi lehet Fatternek a jelszava. Meg lehet, hogy jobb is, hogy nem tudjuk úgy kifejezetten. Nem hiszem, hogy az Edison apartmanos baromság neki jelszava. Ezt szerintem hagyjuk ki jelenleg, nincsen itt most más tenni valunk. Fatternek a jelszavát egy ideig úgyse fogjuk megtudni szerintem. Talán a gyilkoshoz benézhetünk még? Gyilkosság szobájába? Haló, üdv. Itt van még a szellem. Lehet beszélni a szellemekkel, mi? Szia, Sal. Szia, Miss Anderson, hogy vagy? Megpróbálom magamat elfoglalni, mert egyébként elveszteném a fejemet. Mert egyébként megőrülnék. Attól félek, hogy meg lehet, hogy sosem fogom tudni elhagyni ezeket a falakat. Még mindig nem láttál semmi fényt, meg semmit? Sajnos nem, de nem akarok hálátlannak hangzani, drágám. Sokkal elbírhatóbb itt minden, hogy most már nincsen az a horribilis démon, aki futkozik körbe. Annyira... fura és reménytelen. Nehéz elmagyarázni. Annyira sajnálom. Bárcsak tudnánk segíteni többet. Todd és én nagyon-nagyon sokat kutakodtunk, de... Várj egy kicsit, drágám. Igen, pont itt. Beszél hozzám. Ó, igen, rendben, jó. Én értem. Megfogom. Szel, akartam neked adni valamit. Kihez beszéltél most? Megbocsáss, drágám, el kell mennem most, kérlek, vigyázz magadra. De... Egy levél a nevemmel rajta. Ha? Üres. Mi volt ez? Hát gondolom, hogyha itt meg tudtuk nézni a szellemeket, akkor itt is most körbe tudunk nézni. Kellek, nem mondta, hogy vissza fog térni egy kis ez a démon. Bárkit, csak a démont ne. És akkor, jó, akkor végigmegyek az összes szint. De most, hogy tudom, hogy újra lehet beszélni a szellemekkel, akkor egyszer beszélünk velük, mert... Melór! Nekem kell a lór! Ebbe a szobába ebbe mindig is be lehetett jönni. Ha? Újság 1. Van egy régi újság a falhoz szögelve. Egy fiúról szól, akinek nem kellene életben lennie, aki túlélt egy balesetet, ami megölte mindkét szülőjét. Az újság főcímlapján az van írva, hogy apuka és fia eltűnik. Azt mondják, hogy csak úgy mindenféle nyom nélkül eltűntek, és egyedül hagyták a családanyát egy régen boldog családi otthonban. Nőt és gyerekét elvitték az űrlények. Ennek egy viccpapírnak kell lennie. Üdv! Jó, hát akkor vágjuk be itt is. Megint. Egy levél a nevemmel rajta. Üres! Valamit rosszul csinálok? Nincsen szellemaktivitás? Ha. Régi madárketrec. Kíváncsi vagyok, hogy ennek lehet-e valami köze a koponyához Miss Packertonnak az asztalában? Egyébként nem hülyeség, mert Miss Packerton az hol is lakik, a másodikon talán? Fogalmam sincs, de valami köze meg lehet, hogy van hozzá. 503-as meg mindig zárva van, jó. 504-esben viszont megyek beszélni megönnel. Megön az nagy spanom, az bírom. Miért van itt egy Ouija board? Még ezzel a lélektáblával sem tudom előhívni megönt, amikor itt van Todd és S. Szerintem csak szerény az idegenek előtt. Meg lehet, hogy csak félénk. Nem tudom, félénk szellemre mondjuk nem hallottam még, de...
ez van igazából. Megön? Üdvözöllek! Szia, Sally Face! Szia, Megön! Láttad már apukámat valahol? Nem, bocs, még mindig nem láttam. Ó. Meg lehet, hogy tovább ment egy jobb helyre. Hát, ez meg lehet, hogy nem annyira rossz. És most már itt sem fél senki. Még anyu is neki át egy kicsikét beszélni. Ez jó, örülök neki, hogy végre beszél hozzád. Én is. Remélem az apukám boldog, akárhol is van. Biztos vagyok benne. Ó, elfelejtettem elmondani, hogy anya azt mondta, hogy játszana velem szívesen bújócskát. El kell mennem, majd találkozunk később, Sally Boy. Haha, rendben Megan, akkor majd találkozunk később, érezd jól magad. Nagy arc, rendben, ezt segítettünk a szellemeknek, basszus, tehát rendesen kedvesek a szellemek, mert segítettünk nekik, és azt is írja az ajtó, hogy sokkal békésebb itt a hangulat, amióta megöltük azt a démont, szóval tehát segítettük a szellemeknek, ez mekkora már basszus, de most úgy komolyan. Jó, akkor hármas szint, a kettesre kell mennünk, azt hiszem Toddhoz kell menni, nem emlékszem rá, hogy Todd melyikbe lakik, de körbenézek mindenhol most szellemekre, most az a fontos, Dávidnek a helye, a drogosé. Én mit csak ide csak úgy bejövünk, jó? Szellemi aktivitás itt. Nincs, jó. Üdv Sarah, azt hiszem az a barátnőjének a neve. Szevasz Elivéz, mi van ma? Szevasz Dávid! Semmi, csak most értem haza a suliba. Az idem egy szünetem vagy. Nem, az egyetemisták vannak szüneten. A mi szünetünk nem kezdődik el a hónap végéig. Értem. Hogy van Sarah és te? Tudod, csak együtt vagyunk. Boldogok, mint mindig, igaz drágám? Pont. Drágám, ne el fogok pirulni a barátunk előtt. Szeretlek én is, drágám. Ó, mi van? Igen, egy kis problémáink vannak az alvással. Tudod, fura, de... Szerintem azért van, mert azok a szomszéd diákok szüneten vannak. De már kezdünk hozzászokni a hangos hangjaikhoz. Hát csak pár napig van nekik szünetük, szóval minden visszatér majd a normálisra hamarosan. Ez jó hír. Jó hír, Sally. Jó. Tapanítettem menekülök szerint. Mi van a diákokkal? Elfoglaltak? Ja, szünetem vannak ezen a héten, gondolom valami érettségi szünetem vannak, vagy nem tudom. Szia Chug, mit chuginolsz? Mi a baj? Fura hangokat hallok. Milyen hangokat? Tudod, ijesztőeket, mint kaparás, nyögés és cuccok. Meg lehet, hogy csak valami egér a falban, vagy pedig az épület csikorog, vagy meg lehet, hogy egy... Ne, igazából ez egy nagyon öreg épület. Egér? Ez egyáltalán nem jobb. Szerintem semmi fontos. Akarsz velem és a többiekkel lógni? Nem, minden rendben van, de azért köszi a meghívást. Tudom, hogy már megint sántikáltak valamiben. Utána, amikor veletek jöttem, akkor egy hétig nem tudtam aludni. Ó, igen, nem kellett volna elmesélnem neked Megönt, bocsi, hogy megijesztettelek téged. De egyébként nagyon kedves, hogyha megismered. Csak te elfutottál, amikor előjött. Tudom, úgy értem, gondolom, hogy kedves. Megpróbáltam, csak annyira ijesztő. Hát, hogyha nem akarsz egyedül lenni, akkor jöhetsz velünk lógni egész nyugodtan. Tudom, köszi Sally Face. Jó, miért állsz itt? Várom, hogy a szüleim hazaérjenek. Már itt kellene lenniük. Tudok valamit tenni neked? Van csokid. A csokitól mindig jobban érzem magam. Nem, bocs, nincsen. Hát jó, akkor úgy tűnik, hogy megkaptuk a küldetést, menünk egy csokit venni. 304-esbe kilakik. Hello? Valaki itthon van? Ha? Biztos voltam benne, hogy itt valaki lakott. Valaki lakik itt? Aha! Valaki lakik itt! Még egy levél a nevemmel rajta. Üres. Ha? A kicsit démon megjelenik, amiközben megyek kifele. Nem, de... Mi? De hát ki is nyílott az ajtó? Ja nem, a kopogásunkra gondolom, csak így beljebb hajlott egy picikét. Jó, hármas szinte végignéztük. Kettesen van, azt hiszem a Todd. Talán. Feltételezem. Valamelyik szinten van a Todd, azt hiszem a kettesen egyel balra. Ja, itt lakik Todd, jó, kezdem megjegyezni ki, hol lakik. 201-es, senki nincsen otthon. Ott volt a nyanya, aki mindig moldolt, ja. Nem, az lejjebb volt egy szinte. 203-as. Senki nem költözött be ebbe a szobába igazából, soha. Szerintem Edisonnak nehezen megy az új lakosok szerzése. Ja, elhiszem. Charlie-nak a régi házon. Nézzünk csak be ide is, mik vannak itt. Charlie az él még, vagy feltételezem, hogy él még. Szellem? No szellem, hál' Istennek, jó. Hűtőbe valami? Semmi? WC-be be tudunk menni? Ember, ez a szag, ez még mindig itt van. Fix, hogy nem fogok oda bemenni. Jó.
Nem is kell, menjünk inkább vele francba. Rendben, ez volt a kettes, ja. És tehát akkor ide kell ugye eredetileg is jönnünk. Ja, 202-esbe kell menni, de egyes meg a legalsót azért még átnézem, ez a hátam van valami, tudjátok. Bármit megteszek a lórért. Miss Gibson, itt trollkodtunk. Mit akarsz? Csak meg akartam nézni, hogy vagy. Meg lehet, hogy öreg vagyok, de el tudok magammal bánni. Köszönöm szépen. És most mi van? Csak el akartam mondani, hogy ha akarsz valakivel beszélni, akkor szólj csak nekem. Mármint tudom, hogy egy erős hölgy vagy, de a biztonság kedvéért. Grrr, mit akarsz? Mi vagyok én valami szánalmas, gyenge? Mármint köszönöm szel, de elintézem magamtól. Most, hogyha megbocsátasz... Nem kellene szivatnom most már többé. Ja, szerintem is jobb, hogyha nem toljuk neki. Miss Rosenbergnél miket találunk? Ő most itthon van? Ja, ez volt a... Ja, anyanya. Tehát, hogy úgy mondjam. Oh, hello, drága Sally. Fáradtnak hangzom, minden rendben van? Igen, rendben vagyok. Csak egy kicsikét le voltam foglalva a gondolataimmal. Ismersz engem? Befejezted azt a könyvet, amit olvastál? Igen. Eléggé elveszted. Mi a probléma? Nem tetszett a lezárása? A legtöbb lezárás egy hazugság, amit magunknak csinálunk, hogy reményünk legyen. Mit értesz ez alatt? Nincsenek boldog lezárások az való életben, Szel. Mindenki ugyanazt a horribilis lezárást kapja, a halált. Ezt igazából nem tudhatod soha, Rose. És még hogyha az is igaz lenne, igazából ez nem még drágábbá teszi az életünket? Ez az egyetlen egy életünk, hogy ragyogjunk annyira fényesen, amennyire csak tudunk, ami előtt a sötét éjszaka elvisz minket. Ezért próbálom meg a legtöbbet kihozni az életemből, csak hogyha, hát ha, ez az egyetlen, amit kapok belőle. Nem neked, drágám. Ha? Jaj, ne is foglalkozz vele, fiam. Nagyra becsülöm az optimisztikus nézetedet az életre. Csak én ezt már nagyon sok ideje elvesztettem. Hát jó. Ez van. Megráznak egy picit, jó? Meghalt. Miss Rosenberg, hello? Megöltünk valakit. Hol vagy? Miss Rosenberg? Viszlát, Rose. Úgy érzem, hogy készen álltál erre, akármi is ez. Akárhol is vagy, most remélem boldog vagy. Ha? Van egy levél a nevemmel rajta. Ez fura, ez a levél is üres. Rosenberg, viszlát, Rose. Baszki, megöltük Rose-t. Megdöglött. Elszublimált. Megráztuk áramba, azt eltűnt. Ó, kurva száját, most már pénzbe kerül a tea? Hol rohadjon meg? 50 cent poharanként, de 25 cent a lakosoknak. Mr. Edison. Szép estét, Sally. Hogy vagy ezen a szép napon? Ó, szia, Mr. Edison. Én jól vagyok, te hogy vagy? Én is jól vagyok, fiatal úriember. Tetszik az új tábla? Igen, imádom. Köszi neked és Larrynek. Teljesen olyan érzés, mint hogyha egy saját kis teaházam lenne. Már annyira hiányzott, hogy teát adtam a lakosaimnak. De nem tudtam fenntartani ezt a bizniszt. Örülök, hogy tetszett, és igazából teljes mértékben fair, hogy mindenkinek fizetnie kell a teáért. Mindenki megérti. Ezt öröm hallani. Vannak új lakosok? Sajnos nem hiszem. De van valaki, aki jön és megnéz egy szobát jövő héten. Szóval a remény igazából nincsen olyan távol, úgy gondolom. Biztos vagyok benne, hogy a szerencséd javulni fog hamarosan, Terence. Terence? Ha? Edison Terence? Edison Terence akkor a neve? Én ezt elfelejtettem már. És hogyha van bármi, amiben kell segítség, akkor ne felejts el szólni nekünk. Ez nagyon kedves tőled, Szel. Köszönöm szépen, ezt figyelemben tartom. Jó, új szinkront adok neki, mert őt ilyen hiperaktívnak nézem. Szép napot! 104-esben miket találunk? Senki nem lakik itt. Szomorú. Jó. Akkor még lenézünk Larry ebben a részben, megnézzük, hogy nála vannak esetleg szellemek, ilyen típusúak. Meg összekombozhatjuk ezt a szutykot az apjának a cuccával, gondolom. Nem? De. Ja. Van csoki? Még mindig üres. Ja, csákbasszus, ez akármi olyan szállítmány folyamat kizabálja az egészet szerintem. Na most akkor van itt bármi szellemes? Ah, miért van itt egy mankó? Sziasza! Hogy vagy ma? Minden rendben van, hogy érzed magad? A doktor nem azt mondta, hogy pihengetned kéne egy kis ideig? Ó, rendben vagyok, drágám, ne is foglalkozz velem. És amúgy is problémáink vannak a csövekkel, amire oda kéne figyelnem. Mr. Edisonnak már amúgy is sok minden van, amivel foglalkoznia kell. Nem fetrenkedek egész nap. Van valamiben segíthetek legalább? Ember, ne próbálj meg észt beszélni anyámba. Még annál is makacsabb, mint én. Ó, maradj csöndbe, te kis lerber.
Anya, ne hívj így! Ó, imádod. Mindegy, szóval értékelem az ajánlatodat, Szel, de el tudom intézni ezt a csőszerelést egyelőre, tényleg semmi probléma. Plusz, hogyha mozgok egy picikét, akkor legalább gyorsabban gyógyulok. Hát, ha te mondod, csak nem dolgoz túl sokat. Hogyha kell bármi segítség, szólj nekünk nyugodtan. Meg lesz, köszi Szel. Jó, sír. Szóval akkor Larry itt van a... Szerintem Larry ott benn van, drágám. Okkupádódul. Hát jó, akkor Liza szobájába gondolom benézhetek, virágok. Úgy néz ki, hogy Liza kapott egy vázányi virágot valakitől. Van egy szöveg, azt írja, hogy gyógyulj meg minél gyorsabban a legjobbakat, Harry. Haló? Jó. Most fehér a festménye Larrynek, vagy pedig csak szimplán nincsen neki még új festménye. Jelenleg nem lenne jó ötlet kimenni. Jó, rendben, akkor én mit maradok gemmelni. Jó, itt nem találtam szellemet, úgyhogy szerintem felismertünk. Hogyha minden igaz, és akkor a 202-esbe lesz az utunk Toddékhoz, hogy megbeszéljük itt a témákat itt mindenkivel. Hogyha minden igaz, átnéztünk minden... Jaj, nem. Egy dolog kimaradt. Nem néztünk ellen teljesen jobbra, azt hiszem. Mindig elfelejtem, hogy itt jobbra, itt tovább lehet lemenni a 104-estől. Igen, mindig elfelejtem, mert annyira fura, hogy mindenhol vége van itt az egésznek, csak hogy, ja. Levelek. Harry Fisher, Harry Fisher, Harry Fisher. Ah, már megint szemét. Ó, oh, hey, Szel Fisher. Van egy levél nekem? Hmm, nincsen rajta címzet. Ez fura. Egy üres levél, mi a tököm? Ennyi? Majd felhozom Faternak a levelét később. Jó, tehát a Harry, tehát a apánk adta Lizának ezt a kis szütykot, tehát ja. Nem tudom, de egy dolgot viszont tudok. Azt, hogy ez a videónak a végem.